Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Amellett, hogy egy csodálatos 3 hetet töltöttünk Etiópiában, amellett tényleg egy tragédia is rábetül, egy sötét lányként erre az útra. És hát ebben a könyvben igyekszünk megmutatni ezt a 3 hetet, bemutatni a nagy közönségnek, arról azt a 3 hetet, amiről kevés szó esett a sajtóban, ami úgy elsikadt, és úgy nem volt rá igazából kíváncsi, főként a bulvár média. A tragédiáról az első híreket Addis Abebában kaptuk, ahol is, ahogy megérkeztünk ott egy utazási irodában, mondták, közölték velünk, hogy valami baj történt a területen, emberrablásról beszéltek, és megnyugtattak minket, hogy nem sérült meg senki. Viszont gyanús volt az, hogy nagyon kedvesek voltak velünk, és hát rossz sejtelmeink, bal sejtelmeink voltak. Ahogy vártunk a repülőre, a Addis Abeba kairói járatra, akkor hajnalban, amikor becsekkoltunk, akkor szembesültünk az interneten abban, hogy 5 halálos áldozat történt ezen a helyszínen, és csak igazából Kairóban magyarországi hírek, információk alapján tudtuk azt meg, hogy ezek között van 2 magyar utitársunk, és az, hogy konkrétan ki volt az a 2 személy, dr. Szabad Gábor és Fábián Tamás, ezt csak itthon tudtuk meg. A kötet az ő emlékükre is íródott, az olyan fontos momentuma és célja ennek a kötetnek, hogy emlékezzünk rájuk, mert ők teljesen vétlenek voltak ebben a tragédiában. A Ertale vulkán térségét akarták megvizsgálni, ott akartak kirándulni, egy szervezett úton vettek részt, ahol AFAR rendőrök biztosították őket, fegyveresek, tehát ők ezt felbérelték ugye őket, és ez egy nemzetközi csapat volt, tehát egy 20-25 fős csapat volt, akiket 16-án éjjel és 17-én hajnalban fordulóján egy támadás, fegyveres támadás ért. Mai napig érthetetlen az, hogy mi volt ennek a fő célja. Az biztos, hogy elraboltak 2 német turistát, akiket aztán később, 50 nappal később kiengedtek, de az, hogy miért kellett őket, mármint a mi társainkat megölni, legyilkolni, és kiállították ugye őket a sátor szélére a 3-assával, és utána elkezdték őket szisztematikusan kivégezni, ezt nem tudjuk mai napig sem. Egy 4 fős csapattal indultunk el, és ehhez még csatlakoztak még 3-an a későbbiekben, majd utána a tragédiára csak 5-en indultak el tovább, úgyhogy mi 2-en hazaérkeztünk Gruber László barátommal, pénzügyi okok miatt nem tudtuk vállalni ezt a Danakil mélyföldi túrát, láttuk azt, hogy iszonyatos nagy nyomor van sok helyütt, meg tényleg komoly problémák. Találkoztunk olyan gyerekekkel, akik nem látták még a saját arcképüket sem. Tehát a tükör például teljesen egy luxus cikknek számít. Viszont láttuk a modern Etiópiát is, tehát láttunk szélerőmű parkokat például, új épületeket, toronyházakat, a legmodernebb dolgokat. Tehát kontrasztos az ország, ez a legjobb szó rá.